Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kívásos végigjátszásomat Kislevvel. És mit maradt abba, ugye, hogy a Legion of Chaos egyik serege, ugye ez a nagy madár, megtámadta Catherine-t, és ugye rajtaütés lett. Plusz ugye az előző részben volt egy hatalmas satán Valkia the Bloody ellen, ami ugye nagy veszteséggel, de meglett, mert ugye nagyon jó terepet kaptam, és hogyha minden igaz, akkor hamarosan le is tudom győzni ugye Valkiát teljesen. No de akkor győzzük le ezeket itt. Oké, okay, amúgy az ellenségnek van erősítése is. Mert rajtaütéskor távolabbról is becsatlakoznak. Oké, okay, ez a támadás nem volt a legjobb a végén. Elveszítettem a izét. A mágus nőt. Ám bár igazából csak lesebesült, szóval nem nagy gond. Oké, okay, ugye globálisan simán vissza tudom majd képezni az egységeket. For the people!
Hűha, kicsit veszteséges a dolog. Ja igen, és az erősítésük még ide se ért. Ó, bakker. Á, oké. Elvesztítettem az izét, az egyik patriarkot. Wow, a Legion of Chaos, ők valójában jó seregeket is képeznek. És itt jönnek. Oké, okay, van még mágia tartalékom. Plusz ugye még van egy képesség a Thor fejszéjének. Igen, egyre több és több gyalogos jön. Ám bár hadd jöjjenek, mert mindjárt lesz egy olyan, hogy a tél szívét megidézzük. Oké, hamarosan meg tudok idézni még egyet. Nem állunk a legjobban igazából. Hé, hey, van 19 pontom, de nem tudom... Na, most már meg tudom idézni. Ajaj. Orson, Thor, Dash, Szaljak, igazából egyáltalán nem állunk jól. I am risen!
Execute them! Yes! We fight for Ursun! No! Patria! Mark is dead! Warfare riders! Work his web! It is my blood! Sarina Katarin! Oké, bár a Catherine ugye közelharcban van, akkor aktiválódik a Mirror of the Ice Queen. Ami ugye szintén gyengíti őket. Oké, bár army losses. Oh wow! Hiha! Ez nem volt a legjobb. Vagyis, hát ahhoz képest ugye, hogy mennyien voltunk mi, és mennyien voltak ők, valójában ez egész jó volt. Igen, ugye a Mirror of the Ice Queen az amúgy nagyon király. Majdnem 89 ezer sebzést okozott ugye Catherine. Vagyis hát ugye lassan meg lesz a 89 ezer. És... meg is van. Oh wow. Ah, oké, elveszítettem ugye egy pátriárkot, a mágusnőt és 4 maci egységet. De a lényeg, hogy győztünk. És globálisan ugye egy körbe kerül képezni az egységeket, kivéve az elementál macikat ugye. Szóval visszaképezni az egységeket rendkívül gyors lesz. Oké, Nurgle küldi ugye a csapatait ide. Ú, az nem jó. Azt hiszem kell képezzek oda is egy sereget. Íjászok meg ugye némi strelci. 4 egység ugye, egy íjász seregben 4 strelci egység bőven elég. Ó. Ha? Várjuk, van egy sereg is? Nincs. Ú, de várjunk. Ó, te jó ég. Lehet megtámadnak a szkévenek. És rajtaütés lesz belőle. Ó, bakker, az gáz. Lehet, hogy annak a seregnek annyi. Ajjajjaj. És be fog csatlakozni ugye Festus. Plusz a városi őrség meg lehet. Oké, azokat elkapom amúgy. We are Kislev. Várjunk, az Skavenek valójában már léptek, nem? Most már ugye csak a norszkai törzsek maradtak. Ott van Kairos Fateweaver. Igen, valójában nem támadtak meg a Skavenek. Ó, Catherine megkapta a trétet, a body counter. Ú, az király. Belakor. There is no escape from the Dark Master. You are mine. Oké, az jó volt. Hoja. Azt hiszem van 2 ilyen amulettem, vagy valami olyasmi. Back to former glories. Igen, ugye van egy Obsidian Lodestone, és van egy Obsidian amulett. Oké, Sword of Bloodshed. Igazából nem rossz. A crude attempt to subjugate. Tsarina Catherine of Kislev.
Okay. Mistress of Ice. Te jó ég, annyira erős a izé, a korrupció megtisztításon, vagy a korrupció ellenállás? Nem ellenállás. Na igen, ugye van egy csomó bónuszom, ugye megtisztítani a területeket, ugye a provinciákat korrupciótól, és itt igazából már nem is veszítem a katonákat, mert ugye annyira erős. A Slaanesh korrupció 23 ponttal csökken, a Chaos Undivided pedig 13-mal. Az igen. Mondjuk nem meglepő, mert ugye van egy csomó PTR-ka seregben, ami ugye nagyon csökkenti a korrupciót. Plusz ugye van az a Ritual Enforcer, ami szintén. None shall question me. Irány ide. És vissza kell képezni a macikat. Arra gondoltam, hogy néhány egységet egybe rakok, mert sok idő lenne, még újra töltődnének. De ugye amelyikben vannak, vagy négyen, vagy öten, mondjuk ez... legyen így. Így ugye gyorsabb lesz. Oké. Okay. Következő körben újra fullos a sereg. Ó, itt van két sereg. Ám bár az egységeik azok nem valami erősek. A városi őrség pedig nagyon gyenge valójában. Várjunk, az AI is felvett itt valamiket a tengerről, nem? Mert itt még volt valami, de eltűnt. Pirik Victory! Oké. Okay. Tökéletes. És ezzel pedig a Legion of the Gore Queen megsemmisült. Tökéletes. Mondjuk nem kapott a karakter ugye body count traitet, de mindegy. Jó, Borisnak már ugye lassan megvan a serege. Oké, okay, arra gondoltam a többi hely, ugye még van négy hely a seregbe, az kéne legyen izé Frost Maiden. Várjunk, hol tudok képezni jó Frost Maident? Például itt ugye. Na várjunk, mondjuk nekem egy olyan kéne, ami erősíti a lovasokat. Ez amúgy nem rossz ugye. 5% mellejáták, plusz még gyorsabban is tud varázsolni egy kicsivel. Ez sem rossz, több mágia, lakosság növekedés, ez is ugye mellejáták. Na várjunk, itt igazából egyik se jó. Oké, okay, csináljuk azt, hogy le kell képezzem ezeket, és mindegyiket le kell szereljem, mert igazából egyik sem olyan, amelyik nekem ugye kell. Frost Maiden. Frost Maiden. Frost Maiden. Nekem ugye egy olyan kéne, amelyik ad melejátakot, 5% ugye a seregnek, és extra 10% rohamozás a lovasságnak.
hogy mennyire az esély, hogy ugye kapok egy olyat, hát van egy olyan nézés, amúgy nagyon kevés. Plusz ugye kéne Ice Witch Lord, ami növeli a Patriarch kapacitást. Mivel jelenleg nekem van ugye 19 Patriarchom, de igazából csak 15 lehetne. Várjunk, esetleg van olyan Patriarch, ami le van sebesülve? Van, igen. Ezt majd át kell hoznom Boris seregébe. Ice Witch. I am the storm. The ice spreads. It will render me unassailable. Witch of the ice, make it colder. I speak for Kislev. Rendben. Igen, ugye ezt a sereget, ha megtámadták volna, az Skavenek, az nagyon csúnya lett volna. Valiant Defeat? Regiment of Renown egységek vannak. Ám bár ha lejátszom a csatát, a strelcik simán kilövik őket. Face my ire. Highborn son. No! Denied. Lord of all. Támadjam Slanest. You may touch me only in dreams. Nem olyan erősek ezek a csapatok amúgy. None but Slanesh may dominate me. Boyar. Bow to me. Set camp at once. Oké, annyi az egész, úgy, hogy 6 dénárom van. Csomó pénzt ugye elköltöttem arra, hogy leképezzem a izéket, a Frost Maideneket, és leszereltem őket utána. Na de mindegy. The right to rule. Cut them. Motherland never falters. Kislev's chosen. As I deserve. Na várjuk, ezzel a sereggel igazából irány erre. Nem arra kellett volna. Irány ide. Orson's disciple. Bride of the ice. March. There is no alternative. No power over me. A noble god. Weaver of the frosts. The snowbringer. Na jó, arra gondoltam, hogy megtámadom Festust. I am Kislev. Fear. Oké, ebből lesz egy jó nagy csata. Skavenek ellen amúgy mindig jó harcolni, kivéve akkor, hogyha ugye jó egységeik vannak. Ha ugye nagyon sokan vannak, de ilyen átlagos egységek, akkor nagyon jó ellenük harcolni. De hogyha felvonultatják ugye a katapultokat, vagy rattlinganokat, az már nem olyan jó. Vagy a globadiers, vagy bombadiers,
azok aztán tudnak pusztítani. A Skavenek ugye olyanok, hogy rendkívül gyorsan meghalnak, de nagyon gyorsan ölnek is. Aki amúgy Festus serege, az ugye martalócokból áll, ami easy. Az ágyúval valójában Festus kéne lőni. Egy lépés se hátra. Ismerős. Oké, ott van Festus, aki csak áll egy helyben. Hát mondjuk jön, csak nagyon lassan. Oké, lőni kéne Festust amúgy. Mennyi patkány, te jó ég! Hát az pont, hogy ellenkező irányba ment. Amúgy gyorsan megtörnek az egységeik, aztán menekülnek is el. Patkányírtás. Patkányírtás van. Festus ugye sebződik, az ágyuk ugye folyamatosan lövik, de nagyon gyorsan regenerálódik, az a baj. Fight for all
viszont! Oké, okay, Festusnak lassan vége. A strácik meg ugye elég szépen mészárolták a patkányokat. És azt hiszem lassan army losses. Oké, kéne gyógyítani egy kicsit a hősöket. A pétriárkokkal. És army losses. Á, ez amúgy nagyon király volt. Ó, mekkora vészárlás lett belőle, te jó ég. Oké, okay, ugye Patriarchal még kéne gyógyítani a Frostmaiden meg az Ice Witch Lord. Vagy csak simán nevezük Ice Witch. Igen, ugye a mágus karaktereknek fehér medvéje van, a patriarchnak, vagy ugye a lordoknak, vagy bojárok ugye, nekik barna. Barna, maci. Igen, ugye, a strelcik azok brutálisan jól teljesítettek. A legtöbb ölés a strelciknek van. Más egységhez képest rendkívül sok ölés szedtek össze. A többi egységeknek ugye 100, vagy még van ugye egység, amelyiknek 100 sem. Vagy éppen, hogy meghaladja a 100-at. Ezek meg ugye 400, meg 300-on felül, meg 400-on felül. Igaz ugye, hogy a patkányokat ölték ugye, és ahogy jött be az erősítés, ugye a patkány erősítés, egyből tudták lőni őket. Lehet amúgy jobb lett volna automatikázni, mert ugye nagyobb lett volna a veszteségem,
És lehet, hogy kapok ugye Bloody Trait-et, vagy a trait, amelyik adja az extra életerőt. De annyi az egész, hogy inkább lejátszottam, mert ugye elég... vagy számomra ugye nagyon jó csata volt. Nagyon élveztem. Oké, ugye ebbe a provinciába kell az extra lakosságnövekedést adó épület. I am the storm. Na várjunk, van egy olyan, hogy Sea of Rebirth. Ami valójában nagyon király... talizmán. Odaadom ennek a karakternek. És itt van két ilyen varázsbot, amit egybe lehet rakni, és Obsidian Lodestone, az nem jó. Bár azt hiszem még van valami, amit... nem, nincs mivel összerakjam. Várjunk, nincs véletlenül két fegyver, de van Berserker Sword, és ugye van egy ilyen. Várjunk, set contains great bear belt. Mi van? Ó, na várjunk, valójában ezek a fegyverek, vagy ugye páncélok, aminél van ez a pajzs, ez ugye ez páncél, de egyben ad egy fegyver bónuszt is. Plusz 5 mellejáták és 5 bónusz VS large. Értem. Van ugye ez a Frost Shard Glaive, ami ad még... igazából ad még ugye Blizzard Brooch-ot, meg Iron Ice Armor. Ami ugye ez. Ez a képesség. Vagy a fene tudja igazából, hogy mi van. Na mindegy. Nem biztos, hogy úgy van, ahogy mondtam. Fogalmam nincs igazából, hogy hogy működik. Annyi az egész, hogy nekem ez igazából egyáltalán nem tetszik. Szóval ezt a kettőt egybe rakom, és... Shield of Sacrifice! Hát az gáz. Na mindegy. Goya. Tsarina Catherine of Kislev. Rendben. Le kéne győzni az itt lévőket. Oké, ugye ha minden igaz, ők fognak támadni, mivel nekem van tüzérségi előnyöm. Ó, várjunk! Ajajaj, irány ide! Ez itt valójában nagyon jó terep. Azt hiszem odaérünk időben. Mázli, hogy nem szaladnak ugye az egységek. Mármint szaladnak, de nem mindig, mert ugye együtt mozgatja őket az AI.
Oké, okay, Strelcik egyből vissza, mivel az ellenség már túl közel van, irány a szárnyakra. Stand shoulder to shoulder. Jó, már nagyon közel vannak, bakker. Á, ez így nem jó, de szerintem még így is győzünk. Csak nagyobb veszteséggel. Igen, ugye a Great Unclean One. Ja, neki annyi. Amúgy nem tudom, valójában ezek a szörnyek, hogy őszintegyek, a játékban egyelőre, ha mindig igaz, nincs olyan, hogy egy egység immunis legyen valamire. Nem tudom, én valahogy elnézem ugye ezt a... Oké, már nem, mert ugye már meghalt. Valahogy elnézem amúgy a Great Unclean One-t. Valójában egy olyan egység kéne legyen, ami immunis az ilyen halandó fegyverekre. Szóval lövöd nyilvesszővel, de semmit nem számít. Vagy lövöd golyóval, nem számít semmit. Ha nincs mágikus fegyvertámadásod, egyszerűen nem tud megölni. Mert ugye mégiscsak egy ilyen Great Unclean van, ugye kap néhány nyilvesszőt, aztán belehal. Ugyan már az... igen. Valahogy szerintem sokkal jobb lenne a játék, ha ugye lennének ilyen egységek, amik ugye halandó fegyverekre teljesen immunisak lennének. Na jó, mondjuk egy ágyúgolyó azért már az más, de... Na, nem tudom, valami hiányzik a játékból, a lényeg az. Valahogy számomra ugye elég bután néz ki az ugye, hogy nyilvesszővel megölni egy ilyet, egy Great Unclean One-t. Valahogy nekem ez egyáltalán nem tetszik. Oké, mindössze egy íjász egységet veszítettem el teljesen. Aztán ki tudok helyezni még egy Atamant. Rendben, amúgy ebbe a seregbe igazából kéne egy Patriarch. És még egy... Koszár. Vagy Strelci akarom mondani. És kell egy... igen. Kéne egy Patriarch, csak nincs hely. Nincs rá kapacitás. Na mindegy, majd lesz. Így van, ki tudok helyezni még egy... Atamant. Méghozzá, ha jól látom... Ide, a Peak Pass. Igen, azt hiszem a Peak Pass lesz az. Méghozzá ez ugye, 5%-kal több bevétel. Oké, a következő körben, és két kör igazából, és Boris Ursus ugye elkészül. 10.000 dénár bevételem van, azért az jó. Az valójában nagyon jó. Ó. Oké, azt hiszem, hogy itt baj van. Kell egy lord. My rule. És a Regiment of Renown, mert a városi őrség az szét van szabotálva. Igen, ugye Konstantinnal nagyon ide kell jöjjek, mert Nurgle ugye itt van és folyamatosan küldi a csapatokat. Igen, ugye a hadsereg terén elég erős amúgy. Kugat Plague Father. Na jó, azt hiszem jöhet még egy körváltás, ám bár ez a sereg... Irány ide!
We are Kislev. Work until you die. You're right. Hearts of ice. My lands extend further. No higher authority. Okay. Szerintem az úgy rendben van. Ez a sereg... El kéne kapni ezt az ellenséges sereget. Ezeknek hány területe maradt? Ja, hogy már nincs is. Tökéletes. Akkor ugye a frakciónak igazából vége. Ami nagyon jó. Itt van még ugye két terület. Várjunk. Chantillon, ez pedig Tancred város, szóval itt valójában még van egy terület. Amúgy ennek a frakciónak hány területe van? Ez a, Vanaheimlingzek, vagy mi az? Öt terület, ha. Övék Albion, és... 1, 2, 3, 4, meg Albionon egy terület, azt hiszem. Rendben, annyira nem vészes. Na jó, a maradék pénzt még ugye el kéne költeni gazdaságfejlesztésre. És azt hiszem jöhet egy körváltás. Okay, visszatért a frakcióvezető, ugye? Rendben, Belakorral vissza kell mennem. Megtámadja a várost, ugye? Ó, igen, megtámadta. Okay, amúgy azt a várost nem hiszem, hogy elveszítem, mert ugye küldök egy sereget erősítésként. És még ugye lehívtam egy lordot, plusz a két Regiment of Renown. Az nagyjából elegendő lesz. A gond az ugye, hogy egy másik sereg is oda tart. Legalább nem rajtaütés, mert ugye a tengeren vagyok. Azért ez... Ja, ez egy erős sereg. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy ez valójában már a következő részben lesz. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!